Üdvözöllek! Ebben a feladatban baktériumok korlátlan szaporodását az Y-vessző T egyenlő K-szor Y-T differenciál egyenlettel modellezzük, ahol a K valamilyen pozitív konstans, és csak az Y nagyobb egyenlő nulla megoldásokat keressük. Feladatunk az, hogy adjuk meg ennek a differenciál egyenletnek az általános megoldását, valamint oldjuk meg az y0 egyenlő y index 0 kezdeti érték problémát is. Nézzük meg, hogy van-e az egyenletnek konstans megoldása. Konstans függvény deriváltja 0. Ezért a differenciál egyenletből azt kapjuk, hogy 0 egyenlő k-szor yt, azaz az y a konstans nulla függvény. Azaz, ha nincs baktérium, akkor nem is lesz baktérium. Nézzünk egy olyan esetet, amikor ennél nem ez a helyzet. Tegyük fel, hogy y pozitív. Ekkor a differenciál egyenletünket a következő módon alakíthatjuk át. Szétválasztjuk a változókat. Két változónk van, az y és a t. Az y az, ami függ a t-től. Mivel az y pozitív, ezért tudunk osztani vele. Azt kapjuk, hogy dy per y egyenlő nagy k-szor dt. Integráljuk ezt az egyenlőséget. Ami azt jelenti tehát, hogy integrálnunk kell ezt a kifejezést y szerint, a jobb oldali kifejezést pedig t szerint. Végezzük el az integrálást. Akkor azt kapjuk, hogy logaritmus y abszolút érték egyenlő k-szor t plusz c, ahol a c tetszőleges konstans. Most nem kell az abszolút értéket írnunk a logaritmus argumentumába, hiszen feltettük, hogy az y az pozitív, és ebben az esetben akkor az y abszolút érték megegyezik az y-nal. Rendezzük ezt az egyenletet. Ugye ebből, hogyha meg akarjuk kapni az y-t, akkor e ad műveletet kell végrehajtanunk. Akkor ebből megkapjuk, hogy y egyenlő e ad kt plusz c. Algébrai azonossággal ez úgy írható fel, hogy e ad c szer e ad k szor t. Az e ad c-t azt az egyszerűség kedvéért jelöljük úgy, hogy c1. Mit tud ez a c1? Ha a c tetszőleges valós konstans, akkor az e ad c az egy tetszőleges pozitív konstans. Itt a c1 helyett c is írható. A differencia egyenletek elméletében ez egy szokásos dolog, hogy nem írnak C1, C2, STB, hanem egy képleten belül különböző C-k nem feltétlenül jelentik ugyanazt. Akkor ezek szerint a differenciál egyenlet általános megoldása az így írható fel, hogy yt egyenlő C szer e ad kt, ahol C nagyobb nulla. Mit mondhatunk akkor, ha tudjuk, hogy a nulla időpillanatban hány baktérium volt? Helyettesítsük be a képletünkbe az általános megoldásba a t helyére a nulla számot. Akkor itt megkapjuk az y index nulla értéket, itt a jobb oldalon pedig c szer e ad k szor nulla. Azaz e ad nulla, ami 1. Tehát a c egyenlő y 0. Mint ha visszahelyettesítünk az általános megoldásba, akkor megkapjuk a kezdeti érték probléma megoldását. Yt egyenlő y0-szor e ad kt. Érdemes megvizsgálni, hogy hogyan viselkedik ez a megoldás az idő függvényében. Ha t tart a végtelenbe, akkor a megoldás is a végtelenbe tart, méghozzá exponenciális sebességgel. Ez már mutatja azt, hogy ez a modellünk hosszú időtartamra nem lehet reális, ennél jobb modellre van
szükségünk. Egy későbbi feladatban egy ennél realisztikusabb modellel fogunk találkozni.